Én még decemberben írtam az ombudsmannak, és most jött meg a válasz körülbelül 2 hete, és ő leírja azt, hogy azon kívül, hogy itt a képviselőknek nem válaszoltak az aggályos felvetéseikre, de maga az a projekt, hogy a 100 megawattos erőművet földarabolják, és ennek az élettani hatásait nem egybeveszik, hanem fel tudják darabolni, és azt mondják, hogy mit tudom én, van itt egy 1 megawattos erőmű, ennek ez a hatása. Ez konkrétan fekete-fehérre leírja, hogy ez az európai törvény szerint súlyosan jogsértő, így, súlyosan jogsértő. Hogy merik ezt itt megcsinálni? Ezt ugye nem tudjuk. Még nem ágáltak el ez ellen egyik hatóság sem, hanem óvatosan úgy fogalmaznak, hogy nem látnak problémákat. Ajkán 2019. augusztus 21-e óta termel áramot egy 4,6 megawatt teljesítményű naperőmű. Létesítése nagyban hozzájárult nem csak az ország energiaellátásához, hanem a környéken jelentős számban jelenlévő tájsebek begyógyításához is, hiszen itt rengeteg zagytározó, meddőhányó található, amik rekultivált területek, már részben rekultivált területek. Talán ezért is mondhatta Schwarzby a polgármester, hogy a meglévő napenergiával működő erőmű mellett akár szélerőműveket is létesíthetnének a környéken a beruházók, ennek a város nem fog ellenállni. Egészen más a helyzet Tapolcán, ahol viszont egy sokkal nagyobb méretű és területű, mint egy 250 hektár igénybevételét jelentő naperőmű tervei kezdenek körvonalazódni. A környékben élők persze féltik a táj szépségét, féltik a nyugalmukat, féltik a mikroklímát, ezért néhány kérdést, sőt jó sok kérdést megfogalmaztak, amit az önkormányzat egyelőre nem igazán tudott megválaszolni. Egy tanulsága mindenképpen szolgál most következő történet, mégpedig azzal, hogy az ilyen esetekben felmerülő problémákat nem csak hogy meg lehet, hanem meg is kell beszélni. De lássuk a történetet a legelejéről, 2022 őszéről. Tavaly augusztus 17-én egy turisztikai, illetve egy gazdasági bizottsági ülésre került oda a Dobó Zoltán polgármester úr előterjesztése, miszerint egy település módosítási javaslatot tenné be a testületi ülés előtt a bizottságok elé. Ez sem a gazdasági, sem a turisztikai bizottság nem támogatta. Olyan heves viták voltak több órán keresztül, hogy az a bizottsági ülést követő testületi ülésről polgármester úr levette a előterjesztését. Következett majd az október 28-ai testületi ülést, illetve az azt megelőző gazdasági és turisztikai bizottság ülés, ahol szintén nem ment át ismételten a Dobó Zoltán polgármester úr előterjesztése. Ennek ellenére a 10. hó 28-ai testületi ülésen már nem vetette le napirendről, 8-3 arányban Tapolca város képviselő testülete engedélyezte ennek az előterjesztésnek a határozattá válását. Ott egy képviselő hiányzott, tehát a 8-3 arány azért az meghatározó a városban. Sokan itt pártutasítást is hangoztattak, bár nyilvánosan ez nem hangzott el. Azóta akkor történt 2 lakossági fórum, ami Tapolca városában nem nagyon volt meghirdetve, illetve azok tudták csak, akik a beruházók voltak jelen. Beruházókat a polgármester úr független szakértőként, nem is független szakértőként, szakértőként mutatta be, ami azért félreértésre adhat okot, hiszen egy ilyen giga beruházással kapcsolatban azért Balatonfelvidéken élünk, lakunk, azért a szakhatóságok, a Környezetvédelmi Minisztériumtól elkezdve a Balatonfelvidéki Nemzeti Park számomra laikusként, ők a független szakértők. Ilyeneket azóta se láttunk. A lakossági fórummal kapcsolatban egy minta erőmű, naperőmű létesítésével kapcsolatban a testület egyébként teljes támogatásával hatalmazta fel a polgármestert, hiszen Tapolca városától ez 2 kilométerre van. Ezt mindenki támogatta,
Ezzel kapcsolatban volt egy lakossági fórum. Hétfőn 10 órára teljesen ügyfélbarát időpontba került megrendezésre. Egy éppen észrevehető hirdetésben az önkormányzat részéről. Oda már az utolsó pillanatban jó pár véleményét és hangját is merő ember bejött. Ott gyakorlatilag elkezdődött ez a parttalan vita, amire a mai napig nem kaptunk megnyugtató válaszokat. Én október végén tettem fel írásban a kérdéseimet a naperőmű parkkal kapcsolatban Tapolca város polgármesterének. Mai napig, és március 29-e van, 30-a van, köszönöm szépen, mai napig nem kaptam rá választ, annak ellenére, hogy egy ombudsmani levélre azt a választ adta a polgármester úr, hogy mindenki megkapta az aggályos kérdésekre a válaszát. Erre a mai napig nem kaptunk választ. Úgyhogy teljes a bizonytalanság, nem szeretnénk se a Gödi, se a debreceni helyzetbe kerülni. Úgy tudjuk, hogy ez még nem kormányzati beruházás. Szeretnénk a város lakosságát megnyugtatni, és a két felmerült kérdéseinkre megnyugtató választ kapni. Úgy gondolom, hogy itt továbbra is a Tapolca egy 14.500-800-as település a további terjeszkedését, hogyha ezt a naperőmű parkot elkészítik, körbezárjuk a várost. Vannak még üres ingatlanok a városban, a barackos lakóparkban, de olyan ideális áron, hogy azokat a telkeket nem mostanában fogják tudni értékesíteni. Bármilyen cég jönne Tapolcára, munkahelyteremtés miatt is, csak az északi városrész további kapacitás bővítésébe tudna itt letelepedni, de hadd ne mondjam, hogy a kertvárosi rész, kertvárosi övezet, tehát ez az egy kapu van nyitva a tapolcai polgárok számára. Az, hogy milyen negatív hatásai vannak, azt továbbra se tudjuk, mert a település fejlesztési terv valamelyik oldalán kérik a beruházót, hogy ezt szimulálják majd ezt a beruházást. Nem tudom elképzelni, hogy ők majd idehoznak 330 ezer naperőmű napelemet, kiteszik, rögzítik egy-két hétre, itt marad a haraszton, és akkor tudjuk majd meg, hogy ennek a 60-80 fokos radiátorként működő napelemeknek van-e hőhatása, vagy sincs. Uralkodó szélirány az északi be fogja hozni a városba. Amikor itt 43 fok van, akkor 5-öt kapunk-e még cserébe, vagy 8-at. Ez szívbetegeknél is nagyon problémás lesz. Nem még aki egészséges, annak is tönkre fogja tenni a szervezetét. Fölmegyünk a Csobánchegyre, fölmegyünk a Szentgyörgyhegyre. Nem fognak ellátni északi irányba, mert akkora tükröződést fog ez a 1 millió négyzetkilométert, mondtál András, talán négyzetmétert, köszönöm, hogy ez egy hatalmas nagy terület. Ennek a pici Zalahalápúti melletti naperőmű parknak én már tapasztaltam a negatív irányát. A Keszthelyi hegységben délután 5 és 6 között nyáron nem tudtam elképzelni, hogy miért. És akkor ez egy kis területről beszélünk, ezt be lehet szorozni ezzel a 160 tapolcai hektárral. Nem is ez a baj, tehát itt tényleg az alternatív energia mellett voksolunk továbbra is. Ez a környezetvédelmi szabályoknak a kijátszása, hiszen nem 2x49 megawattot hoznak Tapolcára, hanem 1x150 megawattot. Ezt azért darabolják fel, hogy a szigorodó környezetvédelmi előírásoknak ne kelljen megfelelni. Tehát erre hívnánk fel a hatóságok figyelmét is, hogy ezt ne szeleteljék el akár több beruházó által, sőt, itt inkább a tulajdonosi jogviszonyok is érdekesek lehetnek majd a közeljövőbe, hanem igenis, akkor legyenek bátrak, ezt adják be 1x150 megawattra. Ez összesen 250 hektárnyi területet jelent most Tapolca és környékén, ez iszonyú nagy beruházás. Iparűzési adók bevételt is megmosolyogtatóan számolgatták, az 1x50
Zalahalápira 16-20 milliót számoltak, a 250 tapolcaira meg több 100 milliót. Tehát ezzel nagyon fontos a gazdasági oldala is, de mi van akkor, hogyha kijön egy kormányrendelet, hogy innentől ez egy zöldmezős beruházás volt mondjuk valakinek, és nem lesz mostantól iparűzési adó, vagy addig mérgelődünk, morgunk, hogy kiemelt kormányzati beruházás lesz, és elvitte a cica ezt az egész történetet. A legfontosabb tulajdonképpen, hogy még mindig a labda itt pattog az önkormányzatnak a területén, hiszen elindította az önkormányzat ezt az úgynevezett munkaindító határozatot, amelyben szó szerint is le van írva, hogy az a cél, hogy ez a terület alkalmas legyen napelempark telepítésére. De ez a folyamat még nem ért a végére. Tehát amíg az önkormányzat nem fogja ezt jogerőre emelni, ezt a rendezési terv módosítást, addig még tulajdonképpen helyben lehet tenni. És a mi célunk az, hogy rávegyük az önkormányzatot, hogy ezt a határozatot függessze fel, egy sokkal részletesebb vizsgálatot végezzenek el, és olyan szakértőket hívjanak, aki nem a beruházónak a szakembere, olyan tervezőre bízzák, aki nem a beruházó tervezője, mert jelen pillanatban vele kötöttek szerződést, arra, hogy ezt az egész módosítást megtervezze. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos tennivaló. A másik, hogy meg kell értetni az itteni emberekkel, hogy ez mekkora terület. Mert az, hogy 160 hektár, meg 250 hektár, amit elhangzott, ez így annyira nem tudjuk felfogni mi sem. De hogyha azt mondom, hogy ez négyzetméterbe számolva 1-2 millió négyzetméternyi napelemet jelent, közvetlenül a Kertváros mögött egészen a Véndeghegyig, a Halápi úttól a vasútig, sőt a vasút után is egy bizonyos távolságon, akkor az már belátható. Tehát azért 1-1,5 milliónyi négyzetméternyi napelem csillog majd itt mögöttünk. És ezzel kapcsolatban azért van egy olyan probléma, hogy senki nem tud most olyan tanulmányt előadni, hogy valaha is vizsgálták volna a közvetlen lakóterület mellett ekkora napelemparknak az élettani hatásait, vagy a napi életre való hatását, a hőhatását. Tudjuk, hogy a hőhatása van, hiszen erre van nemzetközi számítási alap, számítási mód is, de olyan, ami összefoglalná, hogy egy közvetlen lakóterület mellett egy több mint 1 millió négyzetméteres napelempark mit okoz, ilyen nincs. A mikroklimára is hatása lehet helyileg a sötét feletek növekedése, például fölmelegedhet a talaj, a környező vizek, és egyáltalán ez a városlakók életét is mondjuk befolyásolhatja. Hogyne, ilyen értelemben van hatása egy nagy területű olyan létesítménynek, amely ugye a hő energiát elnyeli, és ugyanakkor meg a víz háztartást és egyéb természetes folyamatokat befolyásol, tehát hogy igenis mondjuk egy nagy területű sötét felület az annak a környéknek, annak a helynek a mikrometeorológiai viszonyait, azaz helyi időjárási viszonyait meghatározza. És észak-északnyugati itt az uralkodó szélirány, pont a napelempark felől fúj ide a Kertvárosba, ahova azért költöztek az emberek, hogy egy kicsit levegősebben, szabadabban, zöldebben tudjanak élni, és az ő életminőségük jelentősen le fog csökkenni, arról nem beszélve, hogy nyilván az ingatlanok értéke az szintén tovább fog csökkenni, de először ezek a lakók laktak itt, nem pedig a napelempark, tehát először a lakóknak az érdekét kellene figyelembe venni. A harmadik, ami nagyon furcsa nekünk, hogy itt Tapolcán is többen lennének, akik napelemet telepítenének a háztetőre, a melléképületekre, de erre meg nem kapnak engedélyt, hogy rákössenek az E.ON hálózatára. Ők akadályozva vannak, hogy esetleg függetlenítsék magukat egy kicsit, és olcsóbb legyen valóban az áram. Viszont azt meg támogatják, hogy közvetlenül a lakó környezetbe egy ekkora naperőmű létesüljön. Nem a zöld energia ellen van itt, egyikünk sem. Mindannyian támogatjuk ezt, de a Tapolcai medence tájvédelmi szempontból, tájértékek megőrzése szempontjából, az egész medence egységes képe szempontjából védettnek kellene, hogy legyen. Benne volt a
hogy milyen várományos, a világörökség várományos területek között, és délelőtt végignéztem, és valamikor az elmúlt egy-két évben valahogy kiesett ebből a listából, és most már nincsen benne. Tehát valakinek már nyilván egy-két évvel ezelőtt érdeke volt, hogy ez a terület, ez felszabaduljon ilyen szempontból, de érdekes módon a várostól délre eső rész, az benne van. Szóval ezt sem igazán értem, mert az sem sokkal szebb, mint ez a felső rész, így viszont az egész egységét a Tapolcai medencének megbontják. Lesz aláírásgyűjtés? Lesz aláírásgyűjtés, igen, elkészültek az aláíró ívek, és online is lehet majd aláírni, természetesen a Facebookon ezt is közvetíteni fogjuk, illetve hát közé fogjuk tenni, tehát a holnapi nap folyamán már meg fogjuk ezt kezdeni. És az aláírásgyűjtés célja mi is lesz tulajdonképpen? Az, hogy azt akadályozzuk meg, hogy ide ez a több mint 1 millió négyzetméternyi napelem park ide települjön. Tehát egy nyomásgyakorlás az önkormányzatra? Pontosan az a célja, amiről az elején beszéltem, hogy az önkormányzat állítsa le egyelőre ezt a folyamatot, és újra gondolja, mert még azt gondolom mindannyian elég kompromisszumkészek vagyunk abban, hogy már van napelempark ugye a részben a területen, már építik a Sümegi út melletti területen is, az is napelempark területként van nyilvántartva. Közvetlenül a város mellett is épül egy kisebb napelempark, ami most már lassan a megvalósulás felé halad. Tehát nem ez ellen vagyunk, hanem az ellen, hogy ezt az egész észak-nyugati területet, ezt befedjük itt közel 2 millió négyzetméter napelemmel. Kicsit a civil lakosság oldaláról mondanám meg, mint édesanya, ugye féltjük az itt lakóként a szüleinket, nagyszüleinket, illetve a gyerekeknek a jövőjét, mert nem tudjuk tényleg, hogy a hőhatás mit fog okozni a városnak, hogyan fogják az itt lévő napelemeket és milyen anyaggal tisztítani, illetve az alatta lévő kinövő növényzetet milyen vegyi anyaggal fogják kezelni, gyomírtózni, hogy ne nőjön ki. Ezek mind bekerülnek a levegőbe, illetve a vizeinkbe. Elvesznek egy nagy területet, ahová gyerekekkel, kutyákkal, futók járnak ki. Nagyon sokan használják a harasztott különböző sporttevékenységekre, igen, ilyen tevékenységekre. Rengeteg állat él itt kint. Ez egy nagyon bokros cserjés terület. Nagyon sok madár van kint, rágcsálók, nyulak. Ha most ezt a területet ledózerolják, elveszik ezeknek az állatoknak az élőhelyét. Sajnos a madarak eltűnnek, ragadozó madarak is eltűnnek. Ha bekerítik a területet, ugye akkor valószínű, hogy a rókák se nagyon fognak tudni bejárni, viszont azért a rovarok, rágcsálók azok valószínű, hogy még itt maradnak és el fognak szaporodni. Úgyhogy ez is egy biológiai veszélyt jelenthet a városra is. Meg hát a jövőnk, mi lesz velünk? Itt marad ez a hatalmas, nagy több millió négyzetméteres napelempark, és mi garancia van rá, hogy 10-15-20 év múlva még mindig lesz tulaja, és nem csak egy csődöt jelentő cég lesz, aki elmegy, és itt marad a nyakunkon több millió használt napelem. Annyi még kimaradt, hogy ilyenkor felmerül az emberbe, hogy a képviselők, akiknek a nevük is az, hogy képviselnek valamit, kit képviselnek ilyenkor, ugye? Mert úgy tűnik, hogy nem a lakosság érdekeit képviselik, hanem egy beruházó céget képviselnek. A lakosságban felmerülő aggályokat igazán meg se hallgatják, vagy lesöprik az asztalról, hogy ezek nem reális érvek. Viszont amit a beruházó cég állít, hiába sajnos azt kell, hogy mondjam, ordas hazugságok, mindent szó nélkül elfogadnak. Most az itt lakók, meg szerintem az egész ország tudja, hogy ez egy Magyarországnak az egyik legszebb vidéke. Az itt lakók azok ezer szállal kapcsolódnak ahhoz, hogy turizmus,
a vendéglátás, szőlő, a táj, egyebek, ez gyakorlatilag itt megszünteti ezzel. Iparterületté teszik Magyarország egyik legszebb vidékét. Megszűnik a turizmus. Szó esett itt pertársaság alakításáról. Igen, ez mennyire éles felvetés? Ez most merült fel egy helyi igazságszolgáltatásban dolgozó lakosban merült ez fel, hogy alakítunk egy pertársaságot, de ez még egy teljesen új dolog, tehát ez a... És mi lenne a célja ennek a pertársaságnak? Mit szeretne elérni? Vagy kik vennének részt a társaságban? Kik lennének az alanyai? Elsősorban azok a tapolcai lakosok, akik főleg itt az északi város részben, majd számolni kell azzal, hogy az ingatlanuk értéke rohamosan csökkenni fog. Nem beszélve az egészség és élettani hatásokról, amikor tényleg bebizonyosodik az, hogy ennek egy 5-8 fokos hőhatása van nyáron, és majd egyre többen kapnak hőgutát, nehogy Isten szívinfarktust, akkor lesz ennek igazán komoly érdekképviselete. Az is fontos szerintem ebben az esetben, hogy hány embernek ad foglalkoztatást, hány helyi lakosnak ad munkát. Tegnapi nap is kimentem a új temető melletti naperőmű parkba, én egy órát ott eltöltöttem, 11 és 12 óra között senki nem dolgozott ott. Ugye köztudott, hogy azért alvállalkozójának az alvállalkozója végzi ezeket a karbantartási, javítási, szerelési munkálatokat, és kerestem a szolár birkákat is a napelemek, naperőműk között, egyet se találtam, de azt láttam, hogy most már annyira gazos a terület, hogy itt utoljára akkor legeltettek állatokat, amikor még nem készült el a beruházás. De itt mondtak 25-30 főt, én kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Itt, amíg megcsinálják, majd nagyon sokan fognak jönni. Elsősorban nem magyar nemzetiségű munkavállalók. Aztán hány magyarnak ad majd ezután munkát, az ki fog derülni, de remélem, hogy nem kerül rá sor, mert ha 5 év múlva bebizonyosodik, hogy igen, valóban nem tapolcaik dolgoznak itt, akkor már nagyon késő lesz. Nem lesz olcsóbb az áram Tapolcán, tehát sokan szerintem még abban a tévhitben vannak, hogy megcsinálják ezt a naperőmű parkot itt Tapolcán, és akkor nem 37-43 kW per forint, hanem majd ingyen kapjuk, az óvodák, közintézmények, esetleg cégek, majd olcsóbb lesz a rezsi. Szó nincs ilyenről. Tehát ez szerintem nagyon, nagyon rosszul lett kommunikálva az elején, és azóta se tették tisztába, hogy milyen élettani, várható gazdasági, környezeti katasztrófáról beszélünk. Ez tényleg egy terror támadás a Tapolcai medence ellen. Még annyit csak kiegészítésként, hogy ugye van egy tervezett északi elkerülő út, aminek pontosan az volt a célja annak idején a tervezéskor, és azt mai napig is megerősítették, hogy az északi városrészt megnyissa egy kicsit. Tehát ne szorítsa rá a városközpontra, mert ugye most, aki innen el akar menni, az kénytelen a sűrűn lakott városközpont felé menni. Tehát tulajdonképpen teljesen lezárja ezt az elkerülő utat és a város közötti területet. Ráadásul egy olyan területet, ami elvileg véderdőként van betervezve, telepítve, nyilván a város védelmére az észak-észak-nyugati szél ellen. Tehát már itt elhangzott, hogy a város bezárja magát, teljesen körbezárja a Sümegi úttól a Halápi útig, illetve tovább a Veszprémi útig lezárja magát ezekkel a napelemekkel. Itt mögöttünk is a Tapolcai DRV-nek a vízbázisa van. A most ezeket a napelemeket tisztítani szükséges évente legalább kétszer, főleg a tavaszi időszak kezdete előtt. Ezt egy olyan 25 literes vegyszerrel tisztító folyadékkal tisztítják, még 100 köbméterhez kell egy 25 liter, ennek a 25 liternek 100 000 forint a
az ára jelenleg, és ezzel egy hektárnyi területet tisztítanak le. Hogyha nem látjuk majd a szolárbirkákat, előbb-utóbb a gazzal, gyommal valamit kezdeni kell. Azt kérdezem, hogy az úgy most majd magától eltűnik, tehát milyen környezetbarát írtószerrel fognak ők itt tevékenykedni. Ha nem környezetbaráttal, akkor ez érzékenyen fogja érinteni Tapolca város vízkészletét is. Még az is ugye egy probléma, hogy mivel a északra tervezik ezt a napelemparkot, az összes napelemnek a beállítása az dél felé, vagyis a város felé fog állni. Úgyhogy teljes mértékig a hőhatást, tükröződést a városra vetíti rá, és mivel az uralkodó szélirány északi, teljes mértékig be fogja fújni Tapolcára a meleget, és itt állandóan fúj a szél. Itt nincsen szélcsendes időszak, úgyhogy az itt lakók majd gyönyörködhetnek Tapolcától Halápig egy szép, nagy, fekete, fényes felületbe. A lakóházaktól 50 méterre. Még talán a védett növényeknek az eszmei értéke, ami ebben az esetben is érdekes lesz. Nagyon gazdag természeti területen vagyunk. Tavaszi hérisnek a eszmei értéke 5000 forint per darab. Itt azért több ezer van belőle. Most, hogyha én ki akarok vágni egy fát otthon, vagy akár a házam előtt, annak elég komoly procedúrája van. Majdnem, hogy meglincselik az embert, mire ezt végre tudom hajtani. Ebben az esetben ez a több milliós kár, jön a dózer és minden rendben van.